Üdvözlök mindenkit, én Szóik, azt mind láthatjátok a Hand of Fate 2 című játékabból is egy random gameplay-es kis videó. Hát elsősorban bemegyünk a beállításokba, és megnézzük, hogy mi hogyan van beállítva itt a játékon belül. Hát vér legyen bekapcsolva. Apprentice mode. Felirat legyen bekapcsolva. Hát nyelv az angol. Többi az itt így maradhat, igen. Irányítás ügyileg, majd remélkedjük a játék elmondja, hogy hogyan van ez irányítás. Igen. Itt akkor semmi. Hát, hogyha a játék így érzékelte a rendszert, akkor ez így jó lesz. Na, Hand of Fate című játék. Hát, akik régebb óta ismernek, azok tudhatják, hogy én a Hand of Fate nevezetű játéknak az első részét, én azt nagyon-nagyon imádtam, nagyon-nagyon jó alkotásnak tartom a mai napig. És hát annak idején volt egy jó hosszú végjátszásom is belőle. Jó sok próbálkozással. Aztán ugye később megérkezett ugye Hand of Fate-nek a második része, és jól emlékszem, akkor Lost Prophet fordította az első részét is, és ugye le is fordította a második részt is. És ugye arra vártam, hogy megjelenjen a Hand of Fate 2-nek a magyarítása, vagy magyarosítása, magyar felirata. De ez nem történt meg. Ugye ez a mai napig nem történt meg, és igazából nem nagyon tudom, hogy miért. Pedig legutolsó információim azok voltak róla, hogy kész van a magyar felirat, de valamiért így nem került bele a játékba. Nem tudom, hogy miért. Mindegy, úgyhogy teltek múltak az évek, aztán egy idő után ugye eszembe jutott, hogy igen, hogy Hand of Fate és hasonlók, meg hát nekem ez meg is van, amúgy Epic Games-en van meg, mert aztán annak ide Epic Games-en ingyenesen osztották, és szerintem úgy van meg nekem ez a második része. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ugye nagy történetem a Hand of Fate-tel, amúgy meg ez egy, hát kártyajáték, körökre osztott stratégiai játék, de nem körökre osztott, a harc, ami van benne az... Ez ugye dinamikus harcrendszer, de amúgy meg stratégiai játék is egyben. És itt az osztunk. Death and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Na, tehát mit kell tudni a játékról? Alapvetően kártyajáték az egész mindenség. Lépdelünk a kártyákon, ugye a kis figuránkkal, választunk mindig sors, tehát mindegyes kártyánál van választási lehetőség, ott valamit döntünk, és lehet, hogy jól jövünk ki, lehet, hogy rosszul jövünk ki, lehet, hogy harc lesz belőle, lehet, hogy egyből vége van a játéknak. Tehát úgymond szerepjáték, de ez a masszív szerepjáték. Na, és ugye hát első választási lehetőség, ugye az előző részhez képest, mert az első részben csak férfi karakterrel lehettünk, volt ugye egy bábunk, hát most női karakterrel leszek. These cards represent your history. Igen, ezek a kártyák a történelmet fogják reprezentálni, vagy hát bemutatni. These cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. Jó, most gondolom valószínűleg igen, tehát be fogja mutatni a játékot. Igen, van itt a Bolond című kártyalap. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate, and together we will write your history. Na. Annyi elég, hogy itt van a kis bábunk, és ugye végig kell mennünk az adott pályán. Ugye le vannak rakva ugye a lapok, mindig véletlenszerűen vannak lerakva a lapok, néha úgy vannak lerakva, hogy igazából egymás után tudsz csak menni. Van, amikor az van, hogy van lerakva 9 darab, és te bent állsz középen, és na, akkor találd meg úgymond a pályáról a kivezető szakaszt. Tehát nyilván van, egy lesz az utolsó lap, ugye ez fogja úgymond a szintet lezárni, az lesz a kiárat. Na, hát igyekezni fogok valamilyen szintű angol tudásomat bevetni, hogy jó legyen a... Ez a random gameplay. Amúgy én is most játszok életemben először ezzel a játékkal, tehát úgy nézzük, akkor első látásos az egész. Tehát... Forest Ambush, tehát ez a... erdei rajtaütés. Vagy támadás. Igen, túl sok, tehát rengeteg...
mérföldnyi kilométernyi úton vagy túl, és most egy erdőhöz értél, ahol rablók, vagy a tolvajok ütnek rajtad, és szeretnének téged kirabolni. Túlságosan is fáradtak és éhesek, te pedig hát apádnak az amulettjét szorongatod. Gondolom én. Na mindegy, menjünk tovább. Na. Tehát végül elkapnak, vagy hát közeledbe érnek a banditák. Egy hatalmas nagy fánál, igen. És hát ugye... megtörténik ugye, aminek meg kell történni. És ugye itt kell ugye választani, hogy... keep your distance, vagy ugye move closer, eavesdrop. És itt látjuk ugye az ellenségeinket, ugye van itt a vezetőjük, meg ugye van itt a, hát ugye a társaik. Azt mondom, hogy jöjjenek közelebb. Every element of the game has been improved. Na és itt ugye van. That seem at first glance familiar. Do not worry. You will soon understand the nuances. Ugye itt volt három sikerkártya, meg volt egy bal sikerkártya, és hát ugye választani kell, sikert választottam. Jó, próbáltam egy magamba forítgatni, de tényleg ez rettenetesen sok szöveg. Na, nézzük akkor a lényeget, tehát ott vannak igen a banditák, meg ugye a farmerek, és ugye el kell ugye döntenem, hogy kinek segítek. Segítek a banditáknak, vagy megvédem a farmereket. Azt mondod, hogy segítek a farmereknek, és... figyelmeztetem őket, hogy... engedjék szabadon. Ja. Na, megnézzük ezt, ja. Jó, elfogadjuk. Tehát elvileg ugye ez most akkor egy jó választás volt. És akkor válasszak igen fegyvert. És akkor nézzük meg, hogy hogyan alakul így a harc. Mert hát gondolom én igen itt olyan mindegy, hogy mit csinálok, hogyan csinálom a dolgokat. Így is úgy gondolom a játék itt az elején bedobja ezt a harcot, hogy így is úgy is harcolni fogsz. Játékos. Hug. Oké. Okay. De legalább igen, a parasztok azok itt vannak mellettem. Nagyon jó. Az egérgörgővel kell blokkolni. Szó közzel tudok elugrani. A bal kontrollal tudok futni, ha nyomva tartom. F-fel tudok kivégezni. Baloldali egérgomb sima. Támadás. És hát az a támadás. Tudom, VASD-vel tudok mozogni. A baloldalival meg tudok védekezni. A baloldali shift-tel meg a fegyveremnek a különleges képességét tudom aktiválni. Igen. Jó. Na, majd lesz, ahogy lesz. Yeah.
Az anyátokat, várj. Á, értem. Jó, ez a régi rendszerben is így volt. Igen, tehát amikor zölden felvillan, akkor tudok hát hárítani időben. Igen, csak túl korán nyomom. Nem kéne túl korán nyomnom. Akkor F, így. Látszik igen, hogy Hand of Fate-en régen játszottam. Kicsit még olyan fura így az irányítás, de idővel az ember hozzá tud ugye szokni. Jó, tehát igen, legyőztem őket és a farmerek mellé álltam. És akkor így szépen tovább, és akkor itt vannak a jutalmaim. Kaptam egy csomó kaját, ételt. Visszatöltődött az életerőm. Oké. És akkor küldetésem, meg kell találnom a tolvajoknak a vezetőjét. És visszaszereznem az amulettet. Jó, erre emlékszem erre a lapra. A Hand of Fate 1-ből, első részéből. Ez nem az a goblin, aki valami áldást ad nekem, valami nagyon jó dolgot? Na, szerintem ugyanaz lesz. Igen, a goblin előhúzza az utolsó itókáját. Na! Mit válasszak? Pajzsot? Vagy harcosoknak a fejszéjét? Vagy a katonáknak a kardját? Mit csinál a katonáknak a kardja? Azt nem tudom, hogy hol van a mi fegyverünk jelen pillanatban. De mindegy, kritikus ütésre képes, 250%-os sebzést akkor csinál ilyenkor. Lehet vele visszavágni. És a visszavágáskor 150%-os a sebzés. Egykezes fegyver. Igen. Ez mit csinál? Ez is kritikus, 250%, lehet vele armort törni. Igen. Tehát, hogyha blokkolják, akkor is át tudod törni a dolgokat. És 21-es a sebzése. Pajzs. 10-et ad védelemre. Egykezes fegyvernek számít. Vissza tudod verni vele, igen, az ellenfeleknek a támadásait. Én nem, vissza tudod lőni a távolsági fegyvereket, tehát így visszacsapod. Azért mind a kettő, mind a három jól hangzik, de akkor legyen ez. Ja, így már látom, 13-as a sebzés a... Hát a nyeglek hardunk, most ezt így fordítottam le. Nem tudom mi az, hogy neglect, neglected, de nyegle kard, jó. Igen, és cseréljük is. Jó, a harcosoknak a fejszéje most már nálunk van. Jó. Alapból betette a rendszer, vagy nem tette be, de alapból betette. Jó. És itt van a felszerelésünk, ja. Jó. Ugyanolyan, mint eddig. Oké, és akkor mehetünk tovább. Igen, mindegyes lépéssel ugye gyógyulunk, mert mindegyes lépés egy ételbe kerül. Finding Forest Folk. Ó, és ez egy olyan, ami... tehát zsetonos lap, és hogyha jól értem, jól emlékszem, akkor a zsetonos lapoknak adja a különlegesség, hogyha megcsinálod a lapot, akkor a zsetont beváltva új lapot kaphatsz, tehát új történetlapot kaphatsz. Na nézzük. Hát igen. Jaj, de szemét volt! Nem baj, siker. This is yours now. Jó, innentől kezdve annak is most már megvan a... zsetonja. Amúgy rengeteg szövege van benne, és...
Fú, te ezt amúgy lefordítani. Jó, tehát hogyha nyilván én nekiesnék, mit tudom én, egy Word dokumentumba, szépen lassan, hogy lefordítgatnám, úgy több értelmeket nyerne a történet, de most így jelen pillanatban. Próbálom önmagamnak lefordítgatni, de így is kicsit nehéz. Na. Akkor elvileg most kiérünk a... Ja nem? Ja, elértük a banditákat? Lehet. És ott van igen a vezetőjük is, oké. Na. Tehát az, amit mondok nekik. Tehát mondjam meg, hogy az aranyat... Jó, legyen ez. Legyen harc, nem én. Legyen harc. Nézzük meg megint ezt a harcot. Hát, hogyha bele tudok egy kicsit jobban menni. Ja, meg akarom nézni igen ezt a fejszét. Ez kétkezes fegyver? Ezt nem néztem. Az igen. Ez volt a különleges képesség a fegyvernek, az igen. De amúgy ez tök jó, mert figyelj, végülis ötöt beleütök valakibe, és utána meg... akkorát sebzek, mint egy ház. Az a nyelet. Igen, hogyha nem... Hohoho, elütöttem. Az igen. Jó ez a fejsze. De a fejsze ez nagyon jó. Húha! És akkor válasszak négy közül. Úgyhogy azt se tudjuk, hogy mi van mögötte. Hát figyeljetek, mivel oroszlán vagyok, mármint horoszkóp szempontjából oroszlán. Igen. Ez a... apánk amulettje az oroszlán. Legyen ez. Mondd nekem, hogy honnan származol? Jó volt a mondat utolsó része. Menjünk, hogy kiderül. Ja, most megy itt a karakteralkotás? Úgy tűnik, igen. Ó, és milyen jól meg van csinálva. Ja, itt gondolom meg lehet tőni, igen, itt az országot. Mi a különbség? Ja, a karakter kinézete. Aha. Ilyen távol-keleti, ez így jól néz ki, igen. Úgyhogy nincs haj. Középen van, de itt lehet választani, ahogy nézem, hajszint. Az ősz. Már van lila. Hát, vanni van csak. Nem annyira látványos a lila haj. Na mindegy, igen. Nem lehet forgatni fejet, vagy valamit? Tehát, hogy kicsit odébb... Lehet. Legyen ez. Jó, itt meg lehet megint választani, igen, mert ugye itt van az oroszlán medál kitűző. Ez ugye ilyen fáraós, ez ugye a bika, ez ugye a sas. Gondolom én, akkor marad az oroszlán, igen. Jó, hogy ez a ruhaszín, oké. Okay.
Valamiért ez nekem jobban tetszik. Nagyon jó. Ha megvolt, akkor karaktergenerálás. Ami bele volt építve ugye a történetbe. Jó, megint kaptunk küldetést. Menjünk el az aranyért Vignushoz. Legyen az ember ugye bárki is. Collect enough, and your reward will come in time. Hú, elfelejtettem, hogy ennek... Mi ez a... Skander verseny, na. Skander verseny. Igen. És lehet benne ugye győzni, és a győzőről kapsz érte pénzet. These dice are another small game embedded in our game. Szóval az igen, tehát van egy 10 célszám, és 10-nél nagyobbat kell dobnom, mi? 11. Hála az égnek. 4 meg 6. Ez 10, ja meg 1. Igen, 11. Ez épp hogy csak. Na, nyertünk 10 aranyat. De nem kaptuk meg a izét a zsetont belőle. Akkorát kellett volna dobnom. The roads have become even more deadly since the Empire has come to power. Despite their promises of the opposite. Igen, az út el van zárva, és egy hölgy a segítségét kér. Kérlek, segíts! Miközben sír. Igen, ez a letajódó, igen, a segítségnyújtást. Tehát itt nem segítesz neki, ez meg ugye segítesz neki, és 12-es a célszám. Hát, lesz, ahogy lesz. Ja, egyet újra dob... Ja, hogy egyet újra dobhatok, akkor legyen ez. Hát, basz. Hát! The dice are fair, and thus you have lost this round. És így mi történik? Bandit a támadás. Hát ez kurva jó volt. És azért 3-6 oldalú kockával ugye végigében a legkisebb érték az a 3. A legnagyobb érték a 18. Tehát most így... Az anyádat, hát pont akkor ütsz, amikor nem kéne. Hát ez beszarás. Így né. Haha, mekkorát ugrott, figyelted? És minek ide nekem pajzs, amikor itt van ez a fejsze? Csak igen, jó kéne. Blokkolnom, jól kéne visszatámadni és hasonlók. Ez kész, ennyi. Tehát jól kéne védeni, igen. Tehát jól levédem a dolgokat, akkor teljesen királyság. Jó. Levertem őket, mint a... azt a bizonyos poharat. Sikerült 6-ot dobni. Ez... parádés. Na, azért. 11. Jó, találtam egy kis kaját. De, jó, 6 kaját kaptam, teljesen jó. Most, hogyha ránézzük így a térképre. Jó, akkor nézzünk el erre. Kardeval! You see how quickly the actions of the usurper are turned into tales for children. Ez a folytatom tovább az utamat, követem a parádét, ez a megkérdezem a helyektől, hogy mi történik itt.
És ugyanúgy úgy vagyok vele, hogy jó, akkor nem követjük. Parádét. Erre kaptam egy rossz lapot, hogy nem jövő. Na, tehát egy mínusz öt. Mínusz ötöt kaptam. Mély víz. What is it you're thinking of? Oh. What concern is worrying at your mind? Tehát vagy kiállok ellenük, vagy elbújok a vízben. Kiállok ellenük. Inkább harcolok, mert hogyha valami hülyeséget dobok, akkor még a végén az lesz, hogy valamelyik felszerelési tárgyamat elveszítem. Ami a Hand of Fate-ben előfordul. Előfordul, hát érted? Fogja magát így a rendszer, és azt mondja, hogy válasszál valamit. Jó, nem sikerült. Ó, elvesztetted a fegyveredet. Aj, de kellemetlen. Ó. Ezek ilyen élőhalott zombik. Nagyon jó. Nem, amúgy rohadt, nem jó. Csá. Megint csá. Az anyám, micsoda kivégzés volt ez? Na gyere! Gyere vazze! Gyere! Baszki, hogy lettek ilyen rohadt lassú? Csak túl gyors voltam. Akkor is megtanulom ezt a rendszert. Nem érdekel. Gyere ide! Na azért! Az a nyárat! Ögy! Akkor is hozzászoktatom magamat! Ez az egész mindenséghez. Nagyon jó. Ó, egy felszerelés lapot húztam. Ó, és megkaptam a... katonák kardját. Szeretnéd felszerelni magadra ezt a kardot? Nem, de elviszem magammal. Meg 15 életerőpontot kaptam vissza, nagyon jó. Akkor haladjunk tovább az utolsó laphoz. Na, elértük a szint végét. Irány a temető. Ellenfél. Greed Anarchist. Vagy Anarchist of Greed. Nem tudom, hogy ezt hogyan kell, vagy Greed of Anarchist. Nem mindegy. 15 aranyat elvesztettem. Nagyon jó. És harc. Jó az. De szeretjük a harcot. Mennyire jó a harc. Nem, hogy tényleg imádom a Hand of Fate-nek egy arcrendszerét, mert hogyha az ember ugye megtanulja, hogy igen, hogy hogyan van, miként van, akkor igazából nem tudnak hozzáérni. És akkor itt van a fő ellenfelünk. Vignus. Ja, és a hülye haverjaid. Csá! Mi van? Ott ez... Orbitás nem baromság. Csá! Ilyen körkörös támadása, hogy ne? Még a piros támadás az olyan, hogy ezt nem lehet védeni. Tehát az ellen ki kell gurulni. Na ja, mi van öreg? Puff.
puf, puf, meg puf, meg csá, mondom csá. Hú, te tele vagy még mindig életerőve. Ja, menjek oda kivégezni? Úgy. Ki van végezve? El van intézve. Győzelem. A bolond achievement elérve. Az Epic Games-en. Na nézzük, milyen kártyák vannak benne. Kettő közül válasszak. Választom ezt? Ó, oh, ez egy pajzs. Ja, nem kell kettő közül választanom. Ó, és egy fegyver. Nagyon jó. Ezeket nyertem, igen. Market Thief, tehát ez a piaci tolvaj. Tart Spice and Exotic Lies. Gondolom ez valami kereskedő karaván vagy kocsi. Fork in the Road. És a... mi az? A Skander lapok maradtak akkor. Tehát akkor a Skander lap, igen, az még ugye benne maradt. Na nézzük. Maliclipsy problémája, gondolom én. Ez meg ugye a Trickster. Na, nem tudom, mi az a Trickster. Sok szó van, amit ugye nem ismerek. És én mivel megoldottam az árnyék bestiát, azért két lapot kapok. Ugye a peasant az a parasznak ugye a fia. Ez a Fiend in the Need, ez meg így bassz. De gondolom ez a Fiend, ez a... Hú, ez melyik lény is? Fiend. Fiend. Ilyen ördögi teremtmény. Azt hiszem. És igen, mivel ezt a Forest Folkos lapot megcsináltam. The Old Maiden, az öreg szűz. Ez nem az a lap, ami az első részben is volt? Ott volt egy szűz lap. Azt hiszem. Csak itt már idősebb. Welcome to my challenges. Together we will traverse 22 paths of wisdom mennyi? And 22? In the hope of awakening. Úristen. Ott a kampányban 22 darab helyszín van. Az igen. Igen, a mágus. Ugye ez volt ugye a bolond. Aha. Ugye ez jön most ugye a mágus, vagy a mágikus. Vagy a varázsló. Igen, a bolond, a varázsló. Igen, ugye... Ezek ugye be vannak egyelőre zárva. Jó. Srácok, lányok, hölgyek, urak! Exitot. Igen, ide menjünk ki a fő menübe. Legalábbis remélem, hogy oda dob ki a játék, de igen, úgy néz ki, igen. Oda dob ki engem a játék. Na, hát... fogalmazzunk úgy, hogy a játék jó. A játék rettenetesen jó, még mindig. Tehát bele tudok mélyedni, illetve magával ragadó. Az más kérdés, igen, hogy eléggé sok szöveg van benne. Sok szöveg van benne, érdekes szövegek vannak benne, és így... igen, tehát az, hogy én itt ülök, és így fordítgatom magamba, és hogy helyek közül, hogy megértem, hogy miről van szó, talán esetlegesen, az úgy oké. Okay. De ebből jelenleg így végigjátszás sorozatot nem hiszem, hogy tudok csinálni. Kivéve akkor, hogyha brutálisan jó lesz az angol tudásom, de... ez a játékhoz az angol tudásom nem sok, de legalább kevés. Sajnos. Olyan szavak vannak benne, hogy nem mindig értem, hogy miről... Nem értem a szövegnek úgymond a többségét. Sajnos ezt be kell vallanom, hogy nem megy ennél a játék, ne. Az meg ugye eléggé hülyén néznek, hogy bal kezem mit van a telefon, aztán mindegy, a szót lefordítok Google fordítóba, tehát az ilyen végigjátszás már, az úgy nem pörgős, az szerintem senki nem kíváncsi. Na mindegy, srácok, lányok, hölgyek, urak, ettől függetlenül úgy van, vagyok valahogy a Hand of Fate nevezetű játék, Hand of Fate 2 című játék, az szerintem bazió.
Hát az, hogy miért nincsen hozzá a magyar fejlet, azt ugye nem tudom. De szerintem nem lesz hozzá. Soha. Bár nem tudom, jó, mondjuk ezt soha nem mondjuk olyat, hogy soha. De nem hiszem, hogy a közeljövőben várható hozzá a magyar felirat. Elkészült-e. Úgyhogy ez most így marad. Én végigjátszanám, igen, ezt a játékot, de így nekem rettenetesen hosszú lenne. Hogyha igen, és ugye ez megköveteli, ez a játék például megköveteli azt, igen, hogy érts, hogy miről van szó a szövegben, és úgy döntsél, ne csak így hasaütésszerűen, mert az úgy nem pálya. Na mindegy, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szói voltam, legyetek jók, ilyetok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aztán kommentben várom az észrevételéteket erről a játékról, kipróbáltátok-e már, játszottatok-e vele, előző résszel játszottatok-e esetlegesen, és hasonló, stb. Na, én köszönöm szépen akkor mindenkinek a figyelmet, én Szói voltam, legyetek jók, ilyetok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és majd találkozunk egy másik játék vagy egy videónak az alkalmával. Ki tudja, lehet, hogy majd a Hand of Fate 2-vel. Valamikor. Na, sziasztok!